5000 versenyzőre számítottunk a csarnokban, a szabad területen és a medencékben is, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy nekünk vizes programjaink vannak. És 2 órakor fejeződött be az úszó diák olimpia, ami a 12. kerületi gyerekeknek korosztályos versenye volt. Hát csak ott több százan indultak. Aztán volt egy kis labdarúgás a középiskolás korosztálynak, most már a felnőttek rúgják a bőrt. Több mint 200-an vannak a crossfitten. Itt a színpadi sportágaknál, aminek éppen az eredmény hirdetése van, 200 fölött van a nevezés, és a szkandereseket még nem is tudom. Ezek a sportágak a Fit Parádén úgymond már összenőttek, olyan sportágakkal dolgozunk együtt, amelyek nem tartoznak az olimpiai sportágak közé, így a támogatott sportágak közé sem, sőt, inkább a szabadidős tevékenységek közé sorolhatók, mégis nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. Ugye mindenki tudja, hogy az edzőtermi sportok az talán a legnagyobb létszámban üzött sportok gyűjtő neve, és ez az edzőtermi sportok, ez a gyűjtő sport nagyon sok sportágat foglal magába, amelyek itt nagyon szépen kiegészítik egymást. Sokkal jobban izgulok a lányaimért, illetve a fiaimért most már, mint annól saját magamért, úgyhogy izgatott vagyok, és nagyon várom, hogy elkezdjük. Mindenkivel személyre szabottan foglalkozom, és nagyon-nagyon szép sikereket érünk el, tehát több világbajnokot, Európa-bajnokot, illetve számtalan magyar bajnokot neveltem ki. Igazából ennek tényleg az a titka, hogy személyre szabottan velük foglalkozom, nem csak a testükkel, hanem a lelkükkel is. Edzéseken nagyon szigorú vagyok, többször szokott sírással végződni mondjuk egy keményebb lábedzés, viszont pontosan tudják azt, hogy ez mind értük van, tehát de emellett a lelkükkel is foglalkozni kell, hiszen egy 16 hetes verseny felkészülés, hogyha mentálisan nem edzenénk őket, akkor nem sikerülne úgy, tehát fejben nagyon ott kell lenni. Úgyhogy szerintem 2-1-ben tyúkanyónak hívnak, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindent elárul. Versenyezni. Szeretném ugyanúgy vannak kliensek és motiválom a klienseimet, és írtam egy e-bookot, amit meg lehet találni a timemajorova.com oldalon. Inkább a biznisz oldala érdekel jobban, és most már szeretném, hogy a lányom is csinálna valamilyen sportot. Inkább már örülök, hogy ővel fogok foglalkozni.